Ezeket a gyerekrajzokat már láthatták a pécsiek és a Pécsre látogatók a tavalyi évben. A kiskezek alkotta képek a Széchenyi téren álló dzsámit díszítették a 2020-as adventi időszakban. Az idén ősszel megrendezett Zsolnai Fényfesztivál után pedig nem kell sokat várni, hogy újra hasonló fényalkotások színesítsék a pécsi belvárost. A tavalyi nagy siker után újra adventi épületfestő gyermekrajz pályázatot hirdet a Zsolnai Rökségkezelő NKFT. Ennek az a célja, hogy Pécs főterén, a dzsámi homlokzatán az adventi időszakban is fényderű és jókedv ragyogjon, és a legfiatalabbakat hívjuk ilyenkor alkotásra. 4 korcsoportban számítunk a jelentkezőkre. Óvodások, alsósok, felsősök és középiskolások jelentkezhetnek. Pályázni november 19-ig lehet, és ezeket az alkotásokat el lehet hozzánk jutni. Tartani személyesen postán vagy e-mailben is. A pályázók, ahogy a tavalyi évben, úgy idén is tetszőleges színeket, formákat, mintákat rajzolhatnak, különböző technikákat alkalmazhatnak, melyekkel életre kelthetik az építményt. A szervezők azt javasolják, hogy a rajzok kövessék az épület formavilágát, legyenek minél színesebbek és részletesebbek. De természetesen csak a képzelet szabhat határt a kisművészeknek. A feladatuk annyi, hogy egy letölthető mintasablon segítségével a dzsámi homlokzatát kell minél színesebben, minél kreatívabban kiszínezniük, és egy előválogatást követően minden korcsoportból 30-30 alkotást fognak a kollégák digitalizálni, és ezeket ki is vetítjük advent idején a dzsámi homlokzatára, és egy szakmai zsűri fog döntést hozni korosztályonként a legjobb alkotásokról, de emellett lesz közönségszavazás is, ahol szintén minden korosztály közönségdíjast választhatunk, és a győztesek majd értékes jutalomban részesülnek. A fiatalok alkotásai advent minden napján díszítik majd a dzsámit. Idén a karácsonyi várakozás első napja november 28-án vasárnap lesz. A gyermekrajzokat egészen december 24-ig Szentestéig láthatják az érdeklődők.